Igenis, léteznek még elérhető áron nem túl öreg autók, amelyekbe még a család is belefér. Üdv itt az Autónavigátoron, mutatjuk a választékot! Nem is éri meg azon vitatkozni, hogy kimondottan jó autók-e az olcsó szedánok. A válasz ugyanis egyszerű, a legtöbb esetben nem. Ellenben, ha csak arra kell az autó, hogy elvigyen A pontból B pontba egy viszonylag egyszerű technikával, és hogy akár a család is beleférjen néha napján, akkor árérték arányban egyszerűen verhetetlenek. 2023-ban ráadásul sokaknak ez marad az egyetlen reális választás, ha nem akarnak 15-20 éves autóval járni, de a praktikum helyén megszokott igényeikből sem kívánnak leadni. Nézzük hát a választékot. A műfaj megalapítója a Dacia Logan, amelyik alig lépett a második generációjába 10 évvel ezelőtt, ám első körben inkább foglalkozzunk a vetélytársaival. Mondjuk a Lada Grantával, ami szerintem nem tud elég olcsó lenni ahhoz, hogy megérje megvenni. Érdemes azzal kezdeni, hogy miért is olyan kínos ezeknek a modelleknek a megítélése, erre pedig alig ha lehetne jobb példát találni a Grantánál. Közös vonás ugyanis ezekben a modellekben, hogy vagy korosodó, vagy pedig olcsó technikára épültek, hogy anyaghasználat és összeszerelési minőség terén nem a legjobbak, illetve motorikusan sem épp a legmodernebb vagy legerősebb megoldásokkal dolgoznak. A többi, később említésre kerülő modell azonban tudott találni egy olyan árat és egyensúlyt, ami ezt legitimálni tudta. Ez a Ladának nem sikerült, a Granta szerintem leginkább azért tudta eladni magát, mert még ott élt az emberek fejében a nosztalgia, amikor újdonságként betört a piacra a megújult orosz márka. A Granta ugyanis lényegében minden téren alul teljesít, ez már az alapjait tekintve is egyértelmű. A 2011-ben bemutatott, hozzánk csak 2015-ben elérkezett, de Oroszországban még a mai napig forgalmazott második generáció a karosszériája terén ugyanis inkább csak egy közepes frissítése a 2005 óta gyártott, de műszakilag még a 90-es években gyökerező elődmodellnek. Ez a futómű színvonala, az extra lista és a biztonság terén is egyértelmű hátrányt jelent a nagyra pumpált, modern kisautó platformokra épülő konkurenciával összemérve. Persze, ezt mind el lehetne fedni egy kényelmes ülésgarnitúrával, vagy mondjuk egy színvonalas beltérrel, ám ehelyett újkorában is kényelmetlen fotelek és sorjás, nyeszergő, rosszul összerakott műanyagok fogadtak az utastérben a Grantában, de a csomagtartó legalább megvan 520 literes, ettől még kis túlzással, ehhez képest a korabeli Dacia Logan is Rolls-Royce-ként tündökölt. Habatortán az 1000 évesnek ható 1,6 literes 98 lóerős motor, ami ugyan erősnek számít ebben a kategóriában, ám dinamikai adatok terén még így is csak 11,2 másodperces gyorsulási adattal és 182 km/órás végsebességgel szolgál, amihez a konkurenseinél lényegesen több üzemanyagot is igényel. Újkorában is azt gondoltam, és 8 évvel később a használt piacon is azt érzem, hogy ennél többet is ki lehetett volna hozni ezen a mindösszesen 4,27 méteren a klasszikus szedán formából. Jelenleg ez az árakon is jól látszik, az egykoron a Logannal azonos összegért hazavihető Grantát a használt piac látványosan olcsóbbra határolta be, akár már másfél millióért kaphatsz 2015-ös gyártású, szép állapotú példányt, mindösszesen 62 ezer kilométerrel, ami magáért beszél. Ráadásul a kínálat teljesen teszi magasra a lécet, a használtautó.hu 8 jelenlegi találatából 7 maradt 2 millió forint alatt. Példát vehettek volna az oroszok mondjuk az egykori PSA csoportról, akik szintén ekkoriban próbáltak meg betörni a Dacia Logan uralta kategóriába. Ők ugyanis inkább egy korabeli kisautó platformot húztak elő a fiókból. Igaz, ez a padlólemez is a Peugeot 206 óta létezett, ám a franciák nem spórolták el a házi feladatot, és az olcsó szedánjuk 2012-es megjelenéséig többször is alaposan átdolgozták az FP1 platformot, ami ezt követően még a látványos megnyújtást és felpumpálást is korrektül elviselte.
Látszik ezeken a modelleken is, hogy olcsó szedánok, de hosszú és közel sem annyira aránytalan a forma. Ez a karosszéria jóval kevésbé kompromisszumos. A platformnál azonban egy a hétköznapi felhasználó szemszögéből sokkal fontosabb dolgot is eltalált a PSA csoport, méghozzá a kényelmet. Ezek az autók futómű és ülések terén is puhára hangolt, kellemes és helyenként még az anyagminőségre is áldozó modellek, így egyértelműen többnek tűnnek a keleti konkurenciánál. Minden szögből találni kreativitást formájukban is, az 506 literes csomagtartó sem csúfítja el őket, úgyhogy ezen a téren tényleg rendben vannak. A probléma azonban az újkori árazás volt, amíg a Lada és a Dacia ugyanis egy teljes forinttal 2 millió alatt kínálta a belépő modelljeit, addig a Peugeot és a Citroën 3 millió 150 ezer forintos induló árral adta a 4,44 század méter hosszú és 2,65 század méteres tengelytávolsággal rendelkező alapszedányait. A belépő motor itt mind a két logó esetében 1,2 literes, 72 lóerős, 3 hengeres. Természetesen ez még a Ladához képest is gyenge a 950 kg-os karosszériában, ám a VLTP szerint, és a valóságban is, 2 literrel kedvezőbb fogyasztás joggal kárpótol a célközönség számára fontos, főleg városi használat során. Ez a típus ráadásul felárért az alapmotor 4 hengeres, 1,6 literes, 116 lóerős változatával, illetve akár másfél literes, később pedig 1,6 literes dízelmotorral is kérhető volt, amelyek már tényleg minden téren köröket vernek nem csak a Grantára, de még a Loganra is. Szerencsére ez a minőségbeli ugrás a használt piaci árakon nem igazán látszik, ebből a két típusból is találni 2 millió forint alatt. Tagadhatatlan, hogy a szebb példányokért itt már akár 2,5 milliót is elkérhetnek, ám a mai piacon egy 10 éves vagy annál fiatalabb autóért az sem nevezhető rossz árnak. A használtautó.hu kínálatában árkorlát nélkül jelenleg 29 darab 301-est és 24 darab CLIZ-ét találni, a két típusból pedig összesen 23 találat fér be 2,5 millió alá. A legolcsóbb példány egy 1,5 millióért kínált 353 ezret futott dízel 2014 végéről, ám alig 100 ezer forinttal drágábban már csak 269 ezret mutat az egy évvel idősebb autó órája. A képek alapján szépnek tűnő 200 ezer kilométer alatt futott találatok 1,8 millió forint környékén kezdődnek, de 2,5 millióért már bármelyik motorral találhatunk rendben tartott autókat, akár nagyobb motorral, még kevesebb kilométerrel, vagy meglepően késői évjárattal. Újonnan lényegesen jobb vételnek bizonyultak a korábban említett francia párosnál a Skoda és a Seat hasonló próbálkozásai, amelyek bár ne tartanák ilyen jól az árukat. A Volkswagen csoport ugyanis ezen márkák égisze alatt vezette be saját olcsó szedányait Rapid, illetve Toledo néven, és hát ezen a pároson látszik legkevésbé a kategóriájuk. Itt már valóban autószerűek az arányok. Hasonlóan a Peugeot és a Citroën modellekhez, itt sem tűnt fel elsőre a spórolás a 4,48 század méteres hosszúsággal, 2,6 méteres tengelytávval és 550 literes csomagtartóval rendelkező típusokon. Magasabb felszereltségi szinteken például a műszerfalak, szín és anyagválasztéka egy kategóriával feljebb is elment volna, a futómű jól hozta a Volkswagen csoporttól elvárható feszességet, a platform pedig érezhetően modern, hiszen az 5. generációs Volkswagen pólóval osztozott. Motorok terén a 75 lóerős 1,2 literes MPI szívómotor járt alapáron, de rengeteg TSI és TDI példány is az utakra került, amelyek szintén a magasabb kategóriák színvonalával szolgáltak. Fontos megjegyezni, hogy ezek már az átdolgozott, gyerekbetegségeiktől megszabadított TSI erőforrások 85, 105 és 122 lóerővel, míg dízelfronton a korai évjáratok az 1,6 literes 105 lovas CR4 hengerest kapták meg. Komoly előnynek nevezhető továbbá, hogy a csomagtartójuk a hátsó szélvédővel együtt nyílt, a hatalmas raktérnyílás pedig verhetetlen praktikummal ruházta fel a páros 550 literes csomagtartóját, kivéve persze akkor, ha belevesszük a képbe a Logan kombi változatát.
Az igazi adóász azonban az ár volt, ezek a modellek ugyanis gyakori akcióikkal szinte mindig a francia riválisoknál olcsóbban indultak, korabeli cikkekben 3,2-ről 2,9 millióra lerúgott alapárakról is olvashatunk. A két rokonmárka jó hírneve azonban gyorsan megfordította ezt az arányosságot, ma már jóval drágábban kapni őket a Peugeot és Citroën konkurenseknél. A használtautó.hu 136 találatból álló kínálata 2 millió forintnál indul, egy 85 lóerős Rapiddal, de 2,3 millióért már dízel Toledót is kapni. 2,5 millióig összesen 19 találatból válogathatunk, ám ebben az ársávban már akár 2016 végén gyártott autókkal is találkozhatunk. A legfontosabb kérdés azonban mindig is ugyanaz kell, hogy legyen ebben a kategóriában. A kérdés, ami új autóként a fenti modellek sorsát is megpecsételte, már a bevezetésükkor. Hogy miként viszonyulnak az akkoriban 2 millió forint alatt induló Dacia Loganhoz. A Granta kivételével a válasz egyértelmű, mindegyik jobb autó volt a Clio platformra épülő, 4,34 méter hosszú, 2,63 méteres tengelytávval és 510 literes csomagtartóval rendelkező francia-román modellnél, de hiába. Gyorsan rájöttek ugyanis a gyártók, hogy olcsóbban vagy azonos áron úgysem fognak tudni értelmezhető autót adni, így minőségben is magasabbra próbálták tenni a lécet, ám egy ilyen árérzékeny piacon ez a lépés azonnal ki is zárta a sikert. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Granta eladhatósága, ami a másik irányból közelített és megmutatta, hogy reálisan mit kaphatunk azért a kevesebb mint 2 millió forintért. A francia riválisok azonban egyértelműen kényelmesebbek és tágasabbak, míg a cseh és spanyol konkurensek praktikusabb karosszériával és bőséges motorválasztékkal készültek, hiszen a Logan az 1,2 literesnek csúfolt, ám a valóságban csak 1149 köbcentis szívó alapmotorjával és a 0,9 literes feláras turbósával vitte a benzinfrontot, míg gázolajjal csak az 1,5 DC-i üzemelt. Csak az a fránya ár ne lett volna, mert hogy a vásárlók döntése egyértelmű ítéletet hozott, inkább kötöttek kompromisszumot az árelőnyért. A Logan ütőkártyája azonban a használt piacon kissé elveszni látszik, alig olcsóbb a konkurenciánál, valahol a franciák környékén helyezkedik el. A legolcsóbb példányok itt is 1,5 millió forint körül mennek, míg a szebb, kevesebbet futott példányok 2-2,5 millióért kelletik magukat ebből a korosztályból. A használt piacon sokkal komolyabb előnynek tűnik, hogy a Loganból létezett az 573 literes csomagtartóval rendelkező MCV névre keresztelt kombi. Felmerül azonban a kérdés, van más választás ennyiért? A válasz pedig egyértelmű, természetesen igen. Az előző néhány percben felsorolt modellek ugyanis csak a leggyakoribb olcsó szedánok, akad még olasz próbálkozás is Linea, majd később Tipo néven, ám az előbbiből elég szűkös a kínálat, az utóbbi pedig már jóval drágább a fentieknél. Ha viszont kimondottan taszít az olcsó szedánok kategóriája, akkor sincs minden veszve ebből a keretből, még a jelenlegi piacon is találhatsz néhány kósza egyterűt, vagy mondjuk viszonylag sokat futott Octaviát, no meg kései, és akár korrekt állapotú, emészthető futásteljesítménnyel bíró H-Astra klasszikot is. Mindennek megvannak a maga különlegességei, és mindegyikből lehet néha napján jót kifogni ebben az ársávban, ám hogyha az adott típuson belül válogatni szeretnél, akkor egyértelművé válik, hogy komoly kínálat csak az egyébként is olcsónak szánt modellekből mutatkozik. Az már más kérdés, hogy egyáltalán megéri-e a váltás ezekre a modellekre, ha mondjuk egy néhány évvel öregebb, ám magasabb kategóriás autóból ülne át valaki. Ti mit gondoltok? Vennétek ilyen autókat? Esetleg volt is már valamelyik az említett modellek közül? Írjátok meg a választokat lent kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy sok hasonló tartalommal találkozhassatok a jövőben. Érdemes lehet még Facebookon és Instagramon is követni minket, illetve néha napján az oldalunkra is rápillantani, ahol írott formában találhatjátok meg az autós világ legfontosabb híreit, a legújabb modellek tesztjeit, valamint ezekhez a videókhoz hasonló témájú olvasnivalókat.
Én Németh Kornél voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk legközelebb, ugyanitt. Sziasztok!